Ezek a laptopok a kézzelfogható bizonyítékai annak, hogy az egyetem alapítványi fenntartásba kerülése után több forrással rendelkezhet, fogalmazott a Nyíregyházi Egyetem kancellárja. Halkóné Rudolf Éva azt mondta, az egyetem betartotta a szavát, hiszen a felvételizőknek azt ígérte, minden első éves a felvételi eljárásban bekerült nappali tagozatos tanuló számára biztosítanak majd saját laptopot. Az, hogy alapítványi fenntartású egyetemé váltunk, többletforráshoz jutottunk, és már akkor kialakítottuk azt a felvételi stratégiát, hogy meghirdetjük az leendő elsőveseink számára, hogy laptopot biztosítunk a tanulmányék számára. Tehát a nappali tagozatos hallgatókról van szó egyébként. Ebből adódóan 660 darab laptopot szereztünk be közbeszerzési eljárás. Ugyan felmértük, becsültük, hogy mégis mennyi elsőévesre számítunk. Ebben az évben 398 laptopot biztosítunk az elsőéves hallgatók számára, de felkészülünk a következő tanévre, és mert nagyon szeretnénk ugyanezt biztosítani a jövőre, a Nyíregyházi Egyetemre beiratkozott hallgatók részére. A kancellár hozzátette, az egyetem belefogott egy nagyszabású internethálózat fejlesztésbe is, amelyet részben egyetemi, részben pedig pályázati forrásból valósítanak meg. Ennek keretében többek között egy új szerverszobát is kialakítanak. A kancellár azt mondta, minden első éves hallgató számára biztosítanak saját laptopot, függetlenül attól, hogy milyen szakon tanulnak. A sajtótájékoztatón különféle karokról érkezett diákok egy része már át is vehette az ajándékokat. Volt, aki szerint azért fontos a laptop, mert az online tartott órákon csak ennek segítségével tudnak részt venni. Volt, aki az otthoni beadandó feladatok elkészítésére tudja hatékonyan használni. Sok gyakorlati órán kívül sok olyan óránk is van, amit neten fognak megtartani, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy tudjunk bejelentkezni órákra. A prezentációmat ugye eleve számítógépen készítem, és nekem ezeket a munkákat PPT-ben kell bemutatnom. Ebben nekem nagyon nagy segítség lenne ez. A laptopok átvétele után a hallgatóknak nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy az eszköz a birtokukba került, és minden vizsga előtt nyilatkozniuk kell arról, hogy az eszköz a birtokukban van, és azt épségben megóvták. Az egyetem megbízott rektorhelyettese úgy fogalmazott, a mai világban már szinte elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek saját laptoppal. Nagyon gyakran a tankönyvek is már online formában kerülnek közzétételre, és laptopon keresztül persze kicsit kényelmetlen olvasni, de azt gondolom, hogy ez a jövő. Nem beszélve az olyan online e-learninges anyagokról, amelyek interaktív formában dolgozhatók fel, és hát ezek sem képzelhetők már el a számítógép nélkül, tehát már a tanuláshoz is elengedhetetlen, hogy használják a laptopot. A rektor helyettes hangsúlyozta, a laptopok készségszintű használata nem csak az egyetemi tanulmányok során fontos, hanem a munkaerőpiacon is, hiszen ma már számos munkakör elengedhetetlen feltétele. A rektor helyettes azt is elmondta, az egyetem egyik jövőbeli célkitűzése, hogy digitális egyetemmé váljon, amely azt jelenti, hogy a tananyag döntő többsége online formában is elérhető lesz, és ez lehetővé teheti, hogy az anglisztika szak mellett akár más szakok is elvégezhetők legyenek távoktatásos formában.